Volt, aki fényképezte, más megtapsolta a lovas zarándoklat résztvevőit, akik Érdről érkeztek Tolnára, hogy megkoszorúzzák a Mohácsi csata emlékművét. A helyiek egy csoportja még a népviseletét is magára öltötte, ezzel is tisztelegve a Rádi József huszárbandérium tagjai előtt, akiknek az öme Tolna megyei, de a Fehér megyei Szárról is öten csatlakoztak a közel 200 kilométeres utat végig lovagló csapathoz. A lovasok úgy tapasztalják, egyre népszerűbb a zarándoklat szerte az országban. Tavalyi évhez képest egyre többen, azért ennek az eseménynek híre megy, és csatlakoznak hozzá civil szervezetek, és ezeket próbáljuk minél többet bevonni, hogy nagyobb híre legyen. Az 500. évfordulóra egy nagy zarándokút legyen a Mohácsi csatavesztés, amiben az ország végül is bererokkant, és a közép-európai nagyhatalmi státuszát a magyar királyság elveszíti. A 11 fős csapat második Lajos seregének 180 kilométeres útvonalát járja végig Lóháton Érdtől Mohácsig. Ezen az útvonalon vonult végig a magyar királyi sereg 1526-ban, hogy aztán augusztus 29-én Mohácson összecsapjon a török sereggel. Hát a lovakkal van inkább gond, mi azért jobban bírjuk ezt az egészet, a nagy meleg, meg ezek az utak, amik most már így le vannak murvával szorva és betonozva, azok a patákat azért megviselik, éppen ezért esett ki egyik lovunk, lesátult az úton. Kevesen tudják, hogy az akkoriban nagyvárosnak számító kereskedelmi csomópontként is működő Tolna a katonaság stratégiai fontosságú helyszíne volt, emelte ki a zarándoklat szervezője Varga Zsolt. Tolna nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen nagyváros volt akkor, nagyon fontos közlekedési csomópont, hajókikötővel rendelkezett, fontos kereskedelmi központ is volt, és a lakosságának a száma az 15-16 ezer fő, ami a Budáival vetekedett, és hát nagyon fontos azt is tudni, hogy a Mohácsi sereg felvonulásánál, mivel Tolna a Via Militaris, a hadiút mentén feküdt, ezért fontos szerepe volt, ez volt az egyik gyülekező helye a seregeknek. A zarándoklat célja felhívni a közvélemény figyelmét a Mohácsi csatára. A másik az pedig felhívjuk a lakosság a közvélemény figyelmét azokra az emléktáblákra, amelyeket 1926-ban 400. évfordulóra Akházi Kamil ezredes, az akkori hadtörténeti intézet igazgatójának a javaslatára helyeztek el a települések. Az egyik ilyen az pont itt található Tolnán a Városházán. Mi azt szoktuk hangsúlyozni a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen, ahol közel 20 ezer látogató látogat meg minden évben bennünket, hogy igen, valóban ez egy nagyon gyászos történelmi esemény a magyar történelemnek, és van egy ilyen mondásunk is, hogy több is veszett Mohácsnál, vagy szinte minden ott veszett el, hiszen a nagy magyar királyságnak ott lett vége, és egyenes út vezetett ahhoz, ami később a függetlenség elvesztéséhez, a magyarság létszámának a csökkenéséhez. De mindig azt szoktuk mondani, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy itt állunk most 2019-ben, és itt ez a riport milyen nyelven készül, hát magyarul. Kihez imádkozunk, ezt ne felejtsük el. Milyen népmeséket mesélünk a gyerekeinknek, milyen néptáncra ropjuk a táncházakba. Tehát biztos, hogy minden elveszett? Én úgy gondolom, hogy nem. Megmaradtak hagyományaink, nyelvünk, kultúránk, hitünk. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor ez az adjon erőt arra, hogy ha múltunk bármilyen gyászos is volt, akkor is talpra tudtunk állni, és van jövőnk. Tolna után Szekszárdra, Bátára, Dunaszekcsőre, majd Mohácsra vonul a huszárbandérium. A Mohácson található II. Lajos emlékműhöz várhatóan augusztus 29-én a délutáni órákban érkeznek.